napot kívánok! Üdvözöljük Önöket Szent Márton Karitásztól. Most itt vagyunk Tiszaújlakon, és épp a déli harangszót hallottuk. Nekem ez most így több szempontból is egy ilyen megerősítés is volt, meg így valahogy egy aktuális ebben az egész időszakban. Jelenleg úgy jöttünk, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy jó volt most így ez az összefogás, amit most megcsináltunk, mert ugye a Kamiliánus atya is jött, Domonkos nővérek által rendezett gyűjtésből is hoztunk, és igen, nehéz időszak, de azért jó tudni, hogy tudunk valamivel segíteni az itteni menekülteknek, akik jönnek ugye Ukrajnából, a belső menekülteknek. Ужасно себя, конечно, чувствуем внутренне, очень переживаем, очень хочется домой, но дома небезопасно. Спасибо, что здесь нас приютили. Не находится даже слов благодарности. A gyerek hang az mindig a remény, mindig a jövő hangja. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt a reményt tovább vinni. Tegnap voltam Munkácson, betegeknél, ágyhoz kötött betegeknél, akik nem tudnak elmenekülni, a légi riadó következtében is ott maradnak fent, nem mennek le a pincébe. Elkészültek mindenre, de reménykedve imádkoznak. Az imádkozó hívő ember reményét szeretném elvinni keletről nyugatra. Elvinni Nyugat-Európába, nem a politikai okoskodás a megoldás, hanem a tevékeny szeretet és az imádkozó hívő ember. Ez lesz Európa jövője. Köszönjük mindenkinek ezáltal, aki hozzájárul a segítséghez, és ezekkel a kis videófelvételekkel igazániból be akarjuk mutatni, hogy mi is zajlik most mondjuk itt nálunk Kárpátalján.